nemzet megtette az első lépést a köztársasággá válás felé. Pár héttel rá megtartották az első népszavazást. A legtöbb parlamenti helyet a baloldali pártok szerezték meg. Az új alkotmány garantálta a szabad sajtót és a rendszeres választásokat. Minden spanyol felnőtt, akár férfi volt, akár nő, leadhatta a szavazatát. De nem mindenki üdvözölte a változásokat. Franco másmilyennek álmodta meg Spanyolországot. Katolikus volt, védte a magántulajdont, a házasság szentségét. Ezeket veszélyeztette a baloldal. A baloldal fenyegette az általa elképzelt ideális Spanyolországot. Hamarosan lehetősége adódott harcolni érte. 1933. novemberében Spanyolország jobbra húzott, aminek eredményeképpen a konzervatív pártok koalíciója nyerte a választásokat. Francót, Afrika hősét, vezérőrnaggyá léptették elő. Csak hogy